Ladányi Mihály versei. Mese. Bennünk van felemelt fejű ország. Benne laknak a felemelt fejűek. Nem alkuszom a vezetőjük, és törődöm ők a szánsegédei. Midőn reggel becsukják a kaput, s nekivágunk, ha lesz majd valahogynak, belül éjszaka lesz. S nyilván mélyen alusznak a felemelt fejűek. Polgária. Először csak 35 000-en nem találták meg számításukat benne. Túl puritán, mondták, túl puritán ez a pretoriánusoknak. Az még csak rendben lenne, hogy beszélni kell róla, hisz a szavak mindössze azért vannak, hogy elrejtsék a gondolatokat. De jó Isten, mi lesz, ha tenni is kell majd valami? Ha azt mondja, hogy gyerünk harcolni és megdögleni. Először csak 35 000-en voltak, akik persze, hogy csatlakoztak. Aztán már könnyen ment minden. Megvolt a mag, ért gyorsan oda csődült még 350 000. Ez a mi földünk volt, valaha verítékkel vetettünk, arattunk. De miféle birtokos névmás az, amit többes számban kell énekelni? Támogatjuk tehát, mivel hogy ellenezzük, s a falvédőről lejöttek valamennyien, akik unták a konyhaszagot, és híre dagadt, hogy van valami, valami, ami nincs, ami erős, mivel hogy nem fogja össze már semmi sem, s a tömegből feltör diadalmasan a kapari kurta, neked is lesz kezdetű dal. S élt és virágzott Polgária. Meseország. Meseországból először a belügyminiszter disszidált, mert nem volt többé mese ellenes senki. A fővárosi rendőrparancsnok megpróbált néhány tolvajt felfogadni, de nem vállalkozott már rá senki. A házmesternél is külön-külön jelentkeztek a még besúghatók, de az nem fogadott el érte pénzt. S ettől kezdve oly felelőtlenül derűs lett minden ember, hogy újjá kellett szervezni az államot. A rendőrparancsnokokból házmesterek lettek, s a házmesterekből rendőrparancsnokok. Epilógus. Nem látszavú költemények ezek, estéktől sáros arcomból röppent fel csak kitépett tollú szél. Csak szemem zöld esőcsepje billeg háztetők piszkos lapulevelein, melyek alul penészes álmokat szívnak ki a szellőző aknál. Vagyis nem hangulatos költemények. Sökönyös bezárt ajtók leginkább lerontott házak téglarakás. Büntetőjogi felelősségem tudatában és derékig belemártva már a halálba, és Archimédész törvénye szerint halálból kiszorított életemmel vonyítom, nem költemények ezek, csak csillagok kutyaláncon.